Megérkeztek a gyűjtő konténerek a Szent István telepi általános iskola udvarára, ahol jövő héten csütörtökig várják a kötegelt papírokat a diákok családjától. Nem tudom megmondani az évek számát, hogy hány éve zajlik minden tavasszal és minden ősszel a papírgyűjtés. Nagyon nagy népszerűségnek örvend, már megérkezett a két nagy konténer, ez biztos, hogy nem lesz elég, mert eddig még egyszer sem volt elég. Ez úgy történik, hogy hétfőn vagy kedden kérünk cserét, és hát nagyon lelkesen gyűjtögetnek a szülők. Én tudom, hogy pincében mindenhol rakosgatják ősztől tavaszig, tavasztól őszig a papírhulladékot. Ez nagy segítség a gyerekeknek, hiszen ezt a pénzt, amit összegyűjtenek osztályonként, ezt saját maguk eldönthetik, hogy milyen osztályprogramra fogják fordítani. Az őszi papírgyűjtésen a kilót, nem tudom megmondani, körülbelül 700 ezer forintot sikerült összegyűjteni. Szerintem ez nagyon jelentős összeg, annak ellenére, hogy sajnos a papírhulladékára az nagyon-nagyon alacsonyan van tartva évről évre, tehát nem mondhatjuk azt el, hogy látható az inflációval való növekedés, néhány év is ugyanezt a forintot kaptuk a színes, illetve a nem színes papírokért. Ennek ellenére mi még mindig kitartunk és gyűjtünk. Igazából bármilyen papírt fogadunk, két konténer van, föl van címkézve, az egyikben csak a kartonokat, illetve a kemény kötésű magazinokat hozhatják, a másikba pedig az összes papírt. Nincs olyan, amit nem gyűjthetünk. Annyi a kérésünk csak, hogy amikor hozzák, nyitva van a Széchenyi utca felől a bejárat, akkor nézzék meg, hogy melyik konténerbe melyiket szabad belerakni, hogy utána nekünk ne kelljen átválogatni. Én nagyon bízom benne, hogy mivel ökoiskolába járnak a gyerekek, és azért folyamatosan próbáljuk az ökoszemléletet fönntartani, tehát nem csak kampányszerűen, amikor papír gyűjtünk, működik a tisztaságkommandó is az iskolába. Hát itt én magam is folyamatosan járom a termeket, és kukabúvárkodok. Szóvá teszem, hogyha a szemét nem a megfelelő helyre kerül. Nagyon ügyesek a gyerekek egyébként, és nagyon igyekeznek, és én bízom abban, hogy ők pontosan tudják, hogy a műanyagot a műanyagba lehet, a papír pedig a papír hulladék közé. Évek óta csatlakoznak a telepi sulisok a 17 éve tartó földórája kezdeményezéshez, így lesz ez március 25-én szombaton is. Egy órát sétálnak holnap este a városrészben a diákok és pedagógusaik, felhívva mások figyelmét is a környezettudatos életmódra. Ez is hagyomány már, nem tudom hány éve minden évben csatlakozunk ehhez a földórája mozgalomhoz. 20 óra 30 perckor indul a menet, itt találkozunk az iskola előtt, várjuk szeretettel nem csak a gyerekeinket, a szüleiket, a szomszédokat, a kutyát, nagyon sokan kutyával jönnek, és egy kellemes sétát teszünk itt Szent István telepen. Igazából nincs előre megrajzolt útvonalunk, megyünk szépen éppen amerre gondoljuk, és egy óra a föld órája, ezt az órát szoktuk itt Szent István telepen sétával tölteni. Nem biztos, hogy mindenkinek ott van a fejében a föld órája és a tudatos energiafelhasználás. Nagyon sokszor előfordul, hogy megkérdezik az ablakból, hogy mi történik most, és miért vagyunk mi az utcán. Azért ez itt Szent István telep egy elég zárt közösség, tehát nagyjából tudnak rólunk, mindent szívesen megállítanak, mi pedig szívesen megállunk velük beszélgetni. Úgyhogy ilyenkor elmondjuk, hogy a tudatosságra szeretnénk fölhívni a figyelmet, hogy kapcsoljuk le a villanyt akkor, hogyha nem vagyunk abban a helyiségben, ahol égve hagytuk volna éppen a villanyt. A Földnek szentelt 60 perc célja nem csak az, hogy otthonainkban és városainkban szimbolikusan kialudjanak a fények, hanem hogy az emberiség tudatára ébredjen. A fenntartható jövő megteremtése és bolygónk állapotának megóvása mindannyiunk felelőssége. Kapcsolódj a Földhöz Budakalászon is!